Szervusztok, fiúk, lányok! Az előző pakli bemutató videóban a jelenlegi meta játék egyik leghányatatottabb sorsú kasztjával, a Warlockkal foglalkoztam. Most pedig az ellenpólus következik, ugyanis itt van nekünk a horror pap pakli. Ugye a pap most az egyik legnépszerűbb kaszt a jelenlegi meta játékban, nem véletlenül. És ez a Horror Priest pakli egy profi játékos pakliáról lett elorrontva. Egyébként, ha érdekel titeket, itt van szokás szerint jobb oldalt a pakli, illetve most már a leírásból is ki tudjátok másolni, és akkor ti magatoknak is megcsinál a játékban az új beépített ilyen pakli másolós mechanikának köszönhetően. Úgyhogy ti magatok is kipróbáltjátok, de minden esetre ezt egy profi játékostól szedtem, úgyhogy ennél fogva még akár kompetitívnak is nevezhető. A pakli erőssége, hogy anti-agro. Nagyon brutális anti-agro, és hát a névadó lap az a Shadow World Horror, ami ugye minden kettő támadó erőnél gyengébb lényt azt kicsinál. Beleértve a mieinket is, és a paklinak így kb. Az a mechanikája, hogy az első körökben az agresszív lapokat kezeljük, majd ezt követően a játék vége felé lírával, illetve medivvel, és medivvel együtt kiátszva a Free From Ember és a Mind Control lapokkal olyan értékű lapokat generálunk a csatatérre, amivel az ellenfelünk már nem fog tudni mit kezdeni. És nagyjából ez a taktika lényege. Na, az Acolyte of Pain szerintem még le fogja ütni jó eséllyel. Érzésem szerint... Ó, Sunsea Deckhand. Ojaj. Na, hát meglátjuk. Ó, arany patches. Na, hát akkor ellenfelem az valószínűleg nagyon keményen rá van épülve az agróra. Nem is baj, mert akkor legalább teszteljük, hogy mit tud az agró paklikkal szemben a horror sem. Viszont nem támadott meg a South Sea Deckhand-del. Nagyon jó. Hát akkor ezt így fogom most kijátszani. Kellene az a Shadow World Horror, hogy őszinte legyek, de nem baj, mert a Dragonfire Potionnal is elleszek. Egy darabig legalábbis. Na, hát akkor rak ki lapokat nyugodtan, mert azok mennek a kukába. Ezt szerintem... Ó, silence-eled egyből. Szomorú vagyok. Nagyon szomorú vagyok. Mindegy, itt van nálam a Greater Healing Potion, szóval nincs veszve semmi se. Harrison Jones, nagyszerű, nagyszerű, nagyszerű. Hát akkor most csak egy mezei healed tolok magamba. Következő körben Dragonfire Potion, és hogyha valami fegyvert vennél esetleg, ne találtál a kezedbe, akkor már Harrison bácsi készenlétben áll. Grimy Gadgeteer. Oké. Okay. Benne van a pakliban Alice Trailblazer, akit érdemes a Shadow Visionök előtt kijátszani. Ugyanis a Shadow Visionökkel utána van lehetőségünk arra, hogy konkrétan... Jó, hát akkor menjen az egész a levesbe. Konkrétan újabb ilyen paklilapokat generáljunk, amiket ugye Alice Trailblazer készít nekünk. Ó, mennyi pajzsot kaptál te tőlem? Hát szívesen. És ez itt tök poén, mert akkor az annyiszor öt lap, és akkor az öt lap általában előszeretettel vannak ritka kártyák is. Ó, na nézd már! Ó, na nézd már! Még mit nem. Az az én problémám ugyanakkor, hogy... Igen. Le kéne ütni... Ah, igen, még mindig jobban járok. Hogyha itt így lenyakazom, mint hogy Harrison Jones alatt most elkezdjek vagánykodni. A többit meg majd kihíleljük. Jó, ezt a Shadow World Pain-t megtartom egy kis kártyalapra, egy kisebbre. Egy másikra, csak ne erre. Ó, és a Vicious Pledgling, az pont a legjobb kártyalap arra, hogy erre megőrizzem ezt a Shadow World Pain-t, mert akkor a következő alkalommal betámad. Ó, és végre itt van a horror. Jó, akkor kezdődhet a... És nem támadott meg? Köszönöm. 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 Most már nem is fogsz. És ott van Trailblazer kisasszony. Remek. Akkor az a fledgling megy a levesbe. Harrison Jones kap némi HP-t, én pedig megkaptam a Mind Control-t. Már csak Medivh hiányzik, és majdnem minden együtt van ahhoz, hogy itt egy nagyon brutális kis együttes fölálljon, ugye az Ashbrin, vagy az Etiessel kezemben, ó, na nézd már, mi van ott. Tarlord.
ETS-rel a kezemben kijátszom a Mind Control-t, az generál nekem egy 10 manás lapot, plusz még elorozok egy másik kártyát az ellenfelemtől, a Free From Emberrel pedig választok egy 8 plusz manás varázslapot, és generál nekem egy 8 manás varázslapot, úgyhogy brutális. Brutális, amit leművel. Ó, na nézzük, ezt így nem lehetne valahogy silence-elni esetleg? Nem hiszem. Jó, akkor Trailblazer. Oké, okay. És hát mit kéne, egy healt kéne, de ez ugye 12-t heal-e, és akkor még azzal 3-at, nem, akkor ezzel még várok egy pöttyet, viszont hátha behúz, és ott a pak, ó, hát csak az 5, mínusz 3, az 2, ó, hát akkor nekem most ezt kéne választanom, hogy őszinte legyek. Jó. Hát akkor hajrá! Hajrá! Az a Tar Lord hozzám fog mindjárt kerülni. Ha csak nem buffolja fel valahogy. Ornery Direhorn. Ajjaj. Jó, leütött Jonesit. Ezzel nincs gond. Hát most ott nagy volt a csábítás, hogy a paklira menjek. De nekem most az a Tar Lord jobban kell. És itt a pakli, tehát nem is kell semmit se tennem. Őszinte legyek. Köszi. Jó, és akkor ezzel így betámadok így lazán. Jó, tök jól állunk, azt kell, hogy mondjam. Lett egy Tar Lordom. Le van gyengítve a kis triceratopsza. Három lapon a kezében. Cleave-vel nem öl meg senkit. Jó, a Tar Lordon lehet, hogy átmegy. Nem, még nem megy át. Well played. Oké. Okay. A szemjók vagyunk. Whirlwind. Jó, nem úgy jöttek ki a lapok a Warriornak, mint ahogy számított rá, és még az a Harrison Jones is nagyon kellemetlen volt a számára, ez a Tar Lord ercsaklizás pedig szerintem a pont volt az íre, úgyhogy jók vagyunk. Na, még egy menetet, ugyanilyen agresszív paklival szemben, hát aki fogok egy Murloc sámánt. Paladin Warrior, jó, hát akkor nézzük tovább a Horror Priestet. De ez is egy nagyon jó kis pakli, egy control pakli, és a mostani agresszív metajátékban is megállja a helyét. Nem is tudom, hogy lesz nem agresszív agro paklis metajáték valaha a Hearthstone-ban egyébként. Annyira jó lenne. És sokkal jobban élvezem egyébként a control paklikat, mint az agro paklikat. Oké, hogy az agro pakli hatékony, de a control paklival érdekesebb a játék. Na, megint egy warrior. Hangsúlyoznám. Jó. Acolyte of Pain. Ez most nem az a kártyalap, amire vártam. Mondjuk a Pin Size Potion még jó lesz. Remélhetőleg ugyanígy. Na nézd már, Taunt Warrior! Oké. Okay. Jó, Free from Amber, az is itt van. Hát valószínűleg most egy Stonehill Defendert fog érmével kipakolni. Nem. Jó, akkor ő is szép, lassú, kivárós játékot folytat. Az a jó viszont, hogy a Stonehill Defenderre is működik a Shadow World Horror, csak hát 4 manáért azért jobb, hogyha több lapot viszünk magunkkal a sírba, a hullám sírba, vagy hát ez nem tudom, ez valami más. Ez egy ilyen Twisting Nether-szerűség. Mindegy, kis lapok döglenek majd. Oké, hát itt nem nagyon tudunk mit tenni. Böszme sok pajzsa van a Warriornak. Akkor az Acolyte of Pain-nel így kóstolgatjuk. Mondjuk a jó hír az, hogy ő se fogja nagyon az Acolyte of Pain-t bántani. Na, 5 manáért kirak egy Direhorn Hatchlinget. Oké. Okay. Ja, és ezt leüti. De kár. És még el se tudom venni tőle. Jó, hát akkor csak ennyit tudok tenni az ügy érdekében, hát ha húzok egy jó lapot. Ó, még egy Acolyte of Pain. Jól van, jöhet.
Még várok némi manát. Kellene mondjuk még egy Cabal Shadow Priest, hogy megint kiátszassam a Pinsight Potion. Ó, most kéne egy Cabal Shadow Priest! Helyesbítenék. Nem, nem jön, helyette lesz kettő darab Shadow Word Death. Na! Ez viszont még jó lehet. Ez viszont még jó lehet, csak ugye hány lapom is van? 9. Akkor viszont túlvállalnám magamat, úgyhogy most kénytelen, kelletlen vagyok várni egy kört. Mert így nem fogok tudni mit kijátszani. Mert ugye a Power Rod Shield-el húzok egy lapot, meg még generál egyet nekem Lyra, és nem tudnám kijátszani az újakat, úgyhogy ez egy ilyen nagyon rókafogta csuka helyzet. És itt vagyok, 9 lappal a kezembe, és nem tudok mit rakni. Jó, mondjuk a Greater Healing Potion-nal azért sokat tudok javítani a helyzetemen, azt azért úgy hozzátenném. Még mindig nincsen semmi olyan, amit kirakhatnék. Habár ezzel már így tudok operálni. És ott a Cabal Shadow Priest, és pont nem fogom tudni leszedni. Vagy kiszedni. Bár... jó. Hagyjuk meg az illúziót, hogy csak ennyit tettem, mert ugyanis a következő körben valószínűleg ki fogja szedni a Nordshy Cleric-et, ezekkel betámad, hillel nem lesz gond, és el fogom tudni tőle szedni a lapjait, egy jó részét legalábbis. Na, akkor én most ezt elkérem tőle. Ígyni. És akkor így gyógyítok magamon. Ráadásul most pajzsokat is fogok kapni, nem keveset, és kaptam egy tauntot, úgyhogy abszolút jó, jó üzletet csináltam. És ha kijönne a másik Cabal Shadow Priest, annak is nagyon tudnék örülni, mert akkor még hogyha egy... öt támadó erejű lényt hoz ki, még azt is el fogom tudni venni a Pin Size Potionnek köszönhetően. És az jó. Vagy pedig, ugye, ha még durvább lényeket pakol ki, ó, most az a Murlockos varázs, nem, execute, jó. És megcsinálja, megcsinálja, hogy ne kapjak pajzsot az Ally Armor Smith-től. Döbbenet. Azt nem lenne célszerű betámadnod, jó barát. Au. Ez fájt. Kis lelkemnek. Hűha. Sok itt a lény. Nem baj, most hílelődünk nagyokat. Következő körben viszont egy Dragonfire Potionnak el kell csattannia, ha jót akarok. Gyerünk, gyerünk. Az a baj, a Shadow Word Paint nincs ma, nem. A Lyrát nem hagyhatja kint. Még egy execute-ja talán lesz. Nem, Fiery Vorax, az nem probléma. Armor up, jó. Nekem viszont healelődnöm kell nagy erőkkel. Au. Jó. És 5 manája marad, 5 manából pedig mihez kezd? Ó, Harrison Jones! Nagyon jó! Nagyon jó! Akkor Harrison Jones kimegy. Egy lapot még húzok. Köszönöm. És... hát ezt a kis nyavajást ott akkor így likvidálnám. Kap egy nagyobbat, egyefene. De cserébe... cserébe, cserébe. Na, melyik lapok kellenének nekem? Az itt a kérdés. És igazából healelni kéne magamon. Igen. Medivh kéne nekem. Az az igazság. A Shadow Vision-nel pedig majd Alice Trailblazer kijátszása után talán most megpróbálom újra bejátszani ezt az extra pakli dolgot. De az az igazság, hogy most a Dragonfire Potion-ok fognak következni.
ha csak nem húzom föl Medivet, mert akkor bizony jönnek majd, ajjajjajjajjaj, ez már biztos egy Dragonfire Potion lesz. Ez már tuti biztos egy Dragonfire Potion lesz. Jó, hát ez egy board clear volt életerősen. Na most, mi lenne nekem itt a célra vezető, ha... Szerintem az egyik nagy kombóját most túléltük. Shadowver, Pain, Horror, Dragonfire Potion vagy Mind Control. Jó, azért jó lapokat tudok én itt kihozni ebből. Hát, maradjunk a Mind Controlnál, az most már így ennél a résznél jól jöhet bármikor. És akkor próbáljuk meg túlélni. Most azért a Warriornak már a nagy kombói kimentek, Executostól meg mindenestől, még azért a Brawl az ott van. Ó, további fegyverek, na nézzenek oda. Nem tágít, most üt minden erejével, nekem meg tauntok, tehát nem akar... Aj, mi van itt? Jó, hát akkor hozzunk nagy lényt. Mégpedig... Aha. Jó, hát ezt hozom, ennek több a HP-ja, egy Eldritch Horror. Az úgy szép lesz. És ráadás gyanánt... Jó, muszáj gyógyítanom magamon, mert szerintem itt nagyon agresszív lesz a Warrior pillanatokon belül. Jó, az Eldritch Horrort még egy Shield Slammel kicsináltja, vagy a következő Execute-tal, ami meg lesz neki. Nem, egy Direhorn Matriarch. És ott a második Execute. És még nincs meg neki a quest, ez az én szerencsém. És ott van Medivh. Halleluja. Halleluja. Na most az a problémám, hogy ajaj, ezt a Direhorn-t ezt el kell vennem tőle. Muszáj, mert különben megy a HP-mre és ezt nem hagyhatom neki. Jó, több execute nincsen, már csak a Shield Slam-ben bízhat. Azzal még keresztül megy egy manáért rajtam, ami szívás, de ez van. És hát a brawlok. A jó kis brawlok. Viszont ha Medivet sikerül kijátszanom és utána túlélem, csak most nagyon para van, mert viszonylag kevés a HP-m, a Warriornak sok, és pillanatokon belül készen van a questje, az viszont nagy szívás, tehát nagyon résen kell lenni. Mondjuk, ha jól olvastam, pont Warrior ellen, meg a kalózpaklik ellen gyenge ez a pakli, valamiért ezt írták. Tehát, hogyha sikerült dupla... sikerült! Nézzenek oda. Van. És akkor, hát healt belém. Ne legyen nálad takony, könyörgöm, ne legyen nálad takony. Shield block, oké. Ne legyen nálad takony, jó. Nagyon jó. Jó, hát szerintem akkor jöhet a value. Kombó. Úgy is lesz nála bro... Ó, azt a mindenségét, jó. Akkor romboljuk le a pajzsait, de nagyon sürgősen. Jó, most már gyakorlatilag a brawl-al tud operálni jól a Warrior effektíve. És úgy ennyi, jó, kimegy a brawl. Az a szerencsés helyzet állt elő, hogy csak jó lapjaim vannak kint, úgyhogy bármelyik is marad életben, az nekem már király. Jó, hát sárkány nem kapok sajnos Deathwing-től, de hát ennyi baj legyen. És akkor 5 manáért még egy brawlja van, illetve a Shield Slam. És a Shield Slammel még elő tud rukkolni a Warrior, illetve nekem lényeket kell hozni. Ó, még egy Mind Control, de helyette Free From Ember lesz. És én kérnék a Free From Emberért cserébe egy Faceless Behemothot. És még jönni fog egy másik lény. Aj, Alalakir, gyönyörű. 10-et is törhettem volna mindegy a fejére most már. Jó, akkor ezt így már rá is pakolnám. Jó, hát ezzel most így buktam egy varázslatot, de semmi vész.
Ez így jó lesz. Ez így jó lesz. És ez még ugye felelősít egy másik lényt. Úgyhogy jó jöttünk ki belőle a végén. Ráadásul Alalakir nem csak charge-os, de még Divine Shield Taunt-ot is. És ott a második brawl. Oké. Ne az 1 HP-s maradjon életben. Kérve könyörgöm. Jó. Jó, Medivh. A hős Medivh király. Nagyon jó. Most már ez ellen nem fog tudni nagyon mit tenni. Nekem viszont össze kell kapnom magam, viszont a lények fogytán vannak mind a kettőnk pakliában. Ráadásul a Warriornak még több lapja is van. Ezt hogy csinálta? Jó, Medivh-et azt muszáj életben tartom. Ott egy Cabal Shadow Priest. Nagyszerű. Akkor rakjunk be lapokat a kezünk ügyébe. Nagyon jó. És akkor egy Glime Root-tal még tuningolnám a saját repertoáramat. Na, mit volt eddig? Ó, könnyű választás. Na, most lesz izgalmas, ugyanis a Warriornak egy lap hiányzik a questhez. I know a guy. Valószínűleg valami olcsó tauntot fog választani, hogy még ebben a körben kijátszhassa a Sulfurast, és onnantól kezdve elkezd nekem fireballokat dobálni. Az viszont cink. Nekem meg valahogy meg kell oldanom, hogy addig lesebezzem a Warriort úgy nagyon. Na most, ha nagy lapot rak ki, azt elkérem tőle. Jó, támad meg. Ott a csiga. Oj, a csiga. A fránya csiga. Jó, mondjuk azon keresztül megyek, de a csigát még el tudom kérni tőle a Shadow Priest-tel. Ez a HP-mra megy. Szudziher. Jó. Túléltük, túléltük. Haha, haha. Cabal Shadow Priest, jer. Jer ide gyorsan. Nagyon jó, ott a csiga. 3 lény van kint. Nem tud a HP-mra menni. Sok HP-m is van. És úgy nagyjából szerintem úgy nyerésre állok most már úgy ténylegesen. 6 lap van a Warriornál nálam, 5, ebből mondjuk az egyik a Shadow Vision, a másik pedig az extra pakli. Jó, ez nem jött be. Medivh még mindig kinyír. És még ott van nekem a Direhorn Hatchling is a kezemben. Ráadásul még egy Mind Controlom is maradt, szóval, hogyha még valami nagyobb lény kirak, azt egyszerűen csak elveszem tőle, és ott a vége, fuss el véle. Ne! Azt mondta, hogy leütöd Medivh-et. A végén valahogy, és leüti, ó, nem üti le, nem üti le, ez így jó lesz, köszönöm szépen. Na, 2 Warriort állítottam meg ezzel a paklival, nem is rossz, úgyhogy ez volt a Horror Priest pakli, a leírásban megtaláljátok így a linkjét, vagy legalábbis azt a kódot, amit hogyha bemásoltok a Hearthstone-ba, akkor egyből elkészíti nektek, és akkor búcsúzóul még egy utolsó ungoló paklit bontok, és aztán készülünk gőzerővel a kiegészítőre. Hogyha online láttok, van 80 goldos külditek, akkor nyugodtan hívjatok ki, és köszönöm szépen így ezáltal is a segítségeteket, és hát így jót játszunk legalább. Na, ebből sem lett legendary. De várom a kieget. Na, köszönöm szépen a figyelmet, további jó játékot. Sziasztok!